Sziasztok, én Balázs vagyok, és a mai napon is itt ül velem szemben Ági. Sziasztok! És hogy lássátok azt, hogy nem minden videót ugyanott veszünk föl ugyanakkor. Kijöttünk ide a... valahova, igazából nem is tudom, hogy hova. Itt elindultunk az úton, és az út mellett egy ilyen random padra kiültünk, és itt fogunk nektek egy újabb tükröt mutatni, úgyhogy vágjunk is bele, én azt mondom. Szóval akkor Ági, vágjunk is bele a mai trükkünkbe, és a mai trükkünk egy nagyon gyors kis trükk lesz, hogyha vetlen a nézőknek, vagy a bűvésznek nincs ideje, akkor egy ilyen egyszerű kis gyors trükkel is le lehet nyűgözni az embereket, úgyhogy most egy ilyet fogok megpróbálni, ami abból fog állni, hogy fogunk két lapot, egy pik 8-asat és egy kör 4-eset, és a kör 4-eset szépen ide lerakjuk, berakjuk a doboz alá, közben elnézést, csak egy darázs itt körülöttem, és a 8-ast pedig ide szépen berakjuk a csomag közepébe, és annyit fogunk csinálni, hogy ezt szépen itt átfordítjuk, ezt ide rakom, és ugye nem férek most egyikhez se hozzá, de egy csetintés itt, egy csetintés keresztbe, és most már a 8-as helyett itt lesz a 4-es, és a doboz alatt pedig akkor ezek szerint a 8-as kéne, hogy legyen. Szóval ennyi volt ez a kis trükköcske, és lássuk is a magyarázatot. Szóval akkor lássuk is, hogy hogyan kéne ezt a mai trükkünket megcsinálni, de még mielőtt belevágnánk, szeretném megemlíteni a mai videó szponzorát, a már jól megszokott deckmaster.hu-t, ahol többek között ezt a Sherry Casino kártyacsomagot is be tudjátok szerezni. És igen, ha a KM kuponkódot felhasználjátok, akkor még 10% kedvezményt is kaptok, a leírásban csekkoljátok le a linket, és akkor lássuk is, hogy hogyan kell ezt a nagyon-nagyon gyors, nagyon-nagyon egyszerű effektet megcsinálni, amihez 3 darab kártya lesz szükségünk, egy kör 4-esre, egy pik 8-as és egy pik 7-es, és hogyha megnézitek, ami történik, az annyi lesz majd, hogy a pik 7-es, hogyha eltakarjuk így a 7-est, akkor egészen úgy néz ki, mintha egy 8-as lenne, és ezt a kis, hát nem is tudom, effektet fogjuk kihasználni, vagy ezt a tulajdonságát fogjuk kihasználni ennek a két kártyának, úgyhogy fontos, hogy egy irányba álljon a kettő kártyalap, és ráfordítjuk, és készen is állunk igazából a trükk elkezdésére. Itt az elején csináltunk egy hamis emelést, hogy kicsit természetesebbnek tűnjön, és ezt követően pedig megmutatjuk a két legfelső lapot, és kettő nagyon egyszerű fogást fogunk csinálni. Az egyik fogás az ugye, amit már többször is csináltunk, ez a Monty Switch-nek hívják, amikor négyest itt megpöcköljük, és aztán megfordítjuk, és olyan, mintha a négyest pöckölnénk végig, de amikor megfordítjuk, akkor ugye már itt a 8-as lesz. Szóval ez lassan ez így néz ki, hogy fogjuk ezt a két lapot, ugye, és miközben így megpöckölöm, ugye fontos, hogy alulról, tehát hogy nem így fogjuk most már, nem fülön van a hüvelykujjunk, hanem az hüvelykujjunk alul lesz, és egy kicsikét megfordítva fogjuk meg, és ezzel a három ujjunkkal eltoljuk a 8-ast, miközben megfordítjuk, és így pöcköljük meg. Tehát gyorsan, ez így néz ki. És akkor mondjuk a nézőnek, hogy a 4-est azt szépen ide lerakjuk a doboz alá, és miközben ugye ezt a lapot, a 4-est visszük vissza a csomagra, itt tartunk egy kis új rést a csomagon, ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha a legfelső lapot közben eltoljuk és visszahúzzuk, és akkor itt egy kis új rést tudunk tartani. És ezt a 4-est, amíg a nézők azt hiszik, hogy ez a 8-as, ezt ide rakjuk a csomag tetejére, és így most már a két lap alatt lesz a kis új rés, tehát ugye a 7-es és a 4-es alatt lesz a kis új résünk. És ezt azért csináljuk, azért rakjuk ide ezt a lapot, hogy a dobozt rá tudjuk rakni az elvileg ugye a kör 4-esre, de ugye tudjuk, hogy ez már a pik 8-as, de ugye a nézők úgy gondolják, hogy ez a kör 4-es. És ekkor még csinálunk egy olyat, hogy ezt a két lapot egyszerre fogjuk meg, körülbelül így, és berakjuk a csomag közepébe, és az a jó, hogy itt eltakarjuk a 7-esnek ugye a 7-es részét, akkor itt teljesen úgy néz ki, mintha ez a lap egy 8-as lenne. Tehát meg tudjuk még mutatni a nézőknek, hogy ez még a 8-as, és annyit csinálunk, hogy mikor megfordítjuk, akkor itt ezzel az ujjunkkal a 7-est szépen így lehúzzuk, és a 4-est így fordítjuk ki. Tehát ugye ez annyi az egész, ugye itt van jelenleg a lap, és így mikor megfogom itt fölülről, akkor a 7-est szépen így lehúzom, és a 4-est pedig így fordítom ki, és így ezáltal igazából így kicserélem ezt a két lapot, vagy hát ugye a double liftből egyet csinálok, szóval ez gyorsan valahogy úgy kéne, hogy kinéző, hogy megfogom itt, lehotolom és így kifordítom, és ugye ezzel már nem a 7-es, hanem a 4-es van itt, és lerakom ide az asztalra, itt a 4-es, itt a 8-as, de a néző fejében ugye ez úgy van, hogy jelenleg itt van a 8-as, és itt pedig a 4-es, és ugye csinálunk egy csetintés így, egy csetintés keresztbe, és ugye ez a varázs mozdulat, ami elintézi nekünk azt, hogy a doboz alatt most már a 8-as legyen, a
csomagban pedig a 4-es. Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű, nagyon gyors, nagyon straight forward, amit magyarul nem is tudom, hogy lehetne mondani, tehát nagyon-nagyon nincs sztori ebben az effektben, nincs benne semmi, csak szimplán megcsináljuk, látják a nézők, hogy két csettintés kicserélődik, és ennyi ez az egész trükk. Ez akkor is nagyon jó egyébként, hogyha nincsen kettő ugyanolyan kártyalapotok, mert ugye a kedvenc trükk, amikor ugye kicserélik a néző kezében, ahhoz kell kettő ugyanolyan kártyalap, ehhez nem kell, ezt egy teljesen általános, normális csomaggal is meg lehet csinálni, úgyhogy használjátok szeretettel, gyakoroljátok be, és ha csak egy gyors trükköt szeretnétek mutatni, akkor ez kiváló effekt lehet. Na de akkor én nem is szaporítom tovább a szót, én Balázs voltam, és ennyi lett volna mára. Sziasztok!